Bene, io do il benvenuto. Tisztelettel köszöntöm, valamennyi vendégünket. Konferenza ezen a di presentazione della società HCUF. Prezentációs konferencián, amelyen a HCWF nevű cég mutatkozik be. Szívből köszönöm Olaszország Magyarország nagykövetének, ő excellencia Maria Assunta Csillinek, hogy itt most ma velünk van. Én az ICE igazgatója vagyok, amely az Olasz Külkereskedelmi Intézet, amely az Olasz Nagykövetség kereskedelmi fejlesztési részlegeként tevékenykedik. Feladatunk az, hogy támogassuk segítségnyújtással a nemzetközi piacokon tevékenykedő olasz cégeket. Tehát számunkra óriási öröm, hogy itt lehetünk az olasz céggel együtt, és a magyar céggel együtt, az Anibanettel együtt, hogy bemutassuk ezt a rendkívüli jelentőségi forgalmazási megállapodást, ugyanis ez a megállapodás egy nagyon fontos mozzanatot képvisel Olaszország és Magyarország közötti gazdasági kapcsolatok terén. Mi, mint ICE, különösen is örülünk és elégedettek vagyunk, ugyanis abban a szerencsében volt részünk, hogy találkozhatunk a HCWelt nevű céggel már kezdetén, amikor ők elindultak a magyar piac irányában, és kialakult egy nagyon jelentős együttműködés. Rögtön megérintett és megdöbbentett pozitív értelemben bennünket a cég profi hozzáállása, nagyon komoly és rendszeres hozzáállása, ugyanakkor egy kiemelt figyelem az emberi kapcsolatokra, amelyet részükről tapasztaltunk, és az emberi viszonyok. Azt hiszem, ez egy nagyon fontos aspektus, amelyet szem előtt kell tartani. Ez nagyon jól működött, mondhatom, ugyanis végeztünk egy piackutatást az ő megkeresésükre, az olasz cég számára, és rögtön nagyfokú érdeklődést tapasztaltunk itt Magyarországon. Nagy odafigyelést tapasztaltunk a magyar cégek részéről, és az Anibanet cég volt az, aki kezdetől fogva hitt az olasz cégben, és nagyon rövid idő alatt elmondhatom, tényleg egészen gyors idő alatt létrejött egy találkozás Rómában, és aztán sor került egy első megállapodás aláírására, egy átmeneti megállapodásra, amíg nem májusban egy végleges forgalmazási, exkluzív forgalmazási szerződésre került sor, és szeretném aláhúzni, hogy a megállapodás nem csak Magyarországra terjedt ki, hanem más térségbeli országokra is, úgyis, mint Romániára, Horvátországra, Cseh köztársaságra és Szlovákiára. Így tehát Magyarország ezáltal egy kiindulási bázis lett egy olyan művelet, egy olyan üzlet számára, amely összességében 5 országot ölel fel, tehát ez egy nagyon komoly nemzetközi aspektus kölcsönöz ennek az ügyletnek. Nos hát, miután most így fölvázoltam, és szintetikusan bemutattam ennek a mostani sajtótájékoztatónak a témáját, amely során ugye prezentációkat láthatunk majd a érintett cégek képviselői részéről. És még itt szeretnék aláhozni egy fontos szempontot, hogy lesz egy magyar onkológus orvos a Budapesti Szemlélet Egyetem professzorasszonyának az előadása, amely azt hiszem ez aláhúzandó, mint szempont, ugyanis HCWelt ugye egy nagyon kényes területen működik, amely ugye gyógyszeripar, és itt alapvető fontosságú a termékek minősége, és alapvető fontosság az egyetemekkel fenntartott kapcsolat, és az emberi orvosokkal, akik ugye a terepen dolgoznak ebben az ágazatban. Nos, hát most át is adom a szót ő excellencia nagykövet asszonynak. Még egyszer köszönetet mondom neki, hogy megtisztel bennünket jelenlétével egy olyan napon, amely nagyon sűrű számára, sok szempontból, úgyhogy külön köszönet neki ezért. Jó napot kívánok! Buongiorno a tutti! Ci sono delle occasioni alkalmak, amelyek különösen is örömteliek a nagykövet számára. Ez a kezét tartozik, mert ez az alkalom végül is megünnepeljük egy üzleti esküvőt, amely eredménye mindazon erőfeszítéseknek, amelyek a mi feladatunk, hogy végrehajtjunk, hogy előmozdítsuk az együttműködést, és lehetővé tegyük ebben az országban, ahol tevékenykedünk, meg annak is, ahonnan jövünk, hogy együtt növekedjünk. Ez a csodálatos együttműködés, és ez a partnerségi megállapodás, amely a HCWelt és az Anibanet nevű cégek között jön létre,
in Ungheria. És ami Magyarországon fog megtestesülni, ez eredménye tehát ezeknek az erőfeszítéseknek, amelyeket végrehajtottunk és végrehajtunk, hogy előmozdítsuk az együttműködést, hogy versenyképesek legyünk egy rendkívüli kompetitív nemzetközi piacon. Nagyon fontos, hogy az ismeretek, a know-how, a tudás, a tapasztalat, az összeadódjék ilyen kis országokban, amelyek relatíve kicsik ugye a világ egészéhez képest, ugye Magyarország és Magyarországról van szó. És ezek nagyon fontosak, tehát különösen ebben a kényes ágazatban, ami ugye a gyógyszeripari kutatás és termékfejlesztés, amelyek ugye ahhoz szükségesek, hogy az egyének életét jobbítsák. Azt hiszem, Magyarország ezen a téren nagyon termékeny talajra találhatunk, egyszerű oknál fogva, ebben az országban nagyon magas szintű az oktatás, az akadémiai egyetemi oktatás, felső oktatás. Nyilván most ez egy reformon megy át, viszont ugyanakkor ezzel együtt rendkívül jó teljesítményt nyújt. Úgyhogy az együttműködés ipari rendszerekkel, amelyeknek már tanúságot tettek a hatékonyságról és a hathatóságukról környező országokban, és ilyennek mondható kulturális szempontból Olaszország is. Nos, hát ez kitűnő eredményekkel szolgálhat, és az, hogy ez a kezdeményezés aztán a közép-európai piacok felé is kiterjed, ahogy a Mábi igazgató is említette, azt hiszem ez szimptomatikus arra vonatkozóan, hogy lehet többet és jobbat, hogyha összefogunk és együtt dolgozunk. Ha összefogunk, tehát, mondta egy híres olasz politikus a háború utáni időszakban, akkor erősebbek vagyunk. Ha erősebbek vagyunk, akkor szabadabbak és versenyképesebbek vagyunk, tette hozzá. Nem szeretném tehát elvenni a szót és a terepet azoktól, akik bemutatják ezeket a termékeket, ezért jöttünk végül is ide, ezért gyűltünk össze, csak szerettem volna kifejezni a teljes örömömet a magyar és az olasz partnerek irányában, meg az egyetemi világ irányába is, amely támogatni fogja ezt a gyártást, ezt a programozást egy kiválósági központ által, amely ugye a Semmelweis Egyetem, és remélem, és azt hiszem, hogy ezt ki lehet majd terjeszteni más központokra is Magyarországon, mert sok mindent tehetünk még együtt. Most tehát akkor a cégek jövője érdekében, meg az együttműködés jövője érdekében is, amelyre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, és amelyre nagyon hiszünk. Minden jó kívánságom, és sok, sok szerencsét kívánok Önöknek. Köszönjük szépen szívből nagykövet asszonynak, és akkor át is adom a szót dr. Alessandro Stacchini úrnak, aki a HC Welt Kft. Ügyvezető igazgatója. Grazie. Köszönöm szépen. Grazie dottor Barbieri. Köszönöm szépen Barbieri doktor úrnak a bemutatást, és őszinte és szívből jövő köszönet nyilvánítása tartozom az Olaszország nagykövet asszonyának, ő excellenciája Maria Assunta Cilli asszonynak, azért, hogy megtisztelt bennünket a jelenlétével itt ma. Ez a sajtótájékoztató, amelyet most tartunk, ez gyakorlatilag szentesíti hivatalosan egy már meglévő megállapodást az által képviselt cég, a HC Welt, valamint a magyar Anibanet nevű cég között. Ez az együttműködés, ez a megállapodás, ezt szeretném aláhúzni és kihangsúlyozni, ez annak köszönhetően jöhetett létre, annak a figyelmes munkának köszönhetően, amelyet a budapesti ICSE iroda és a vezetője dr. Barbieri úr vezetett végig, aki figyelemmel kísért végig minden pillanatban, és semmi nem került el a figyelmét, és ennek köszönhetően eljuthattunk erre a megállapodásra, amely gyümölcsöző mindkét fél számára. A megállapodás végső soron egy közös alapon épült föl és jött létre, ugyanis kutatásunk arra irányult, hogy egy olyan céget találjunk, aki osztja a célkitűzéseinket, a küldetésünket, amely mindig is az volt, hogy a kutatásra alapozva és a folyamatos termékfejlesztésre alapozva dolgozzunk egy olyan területen, amely különösen is érzékeny és fogékony az orvostudományban belül, amely a neurológia, az onkológia és a gasztroenterológia, ezen a három területen. És azt hiszem, hogy teljes megelégedésünkre találtunk
egy olyan partnert, aki kezdettől fogva hitt abban, ami a mi elképzelésünk volt. A mi elképzelésünk Olaszországban született meg a 80-as években, mint projekt, aztán lehetősége volt kilépni az ország határain túlra is, és tehát elkezdhettünk sikereket elérni más Európai Uniós országokon belül is, Görögországban például, Cipruson, aztán Észak-Európában, Svédországban, Dániában és Norvégiában, tehát a skandináv térségben, és az utóbbi időben pedig az Európai Unió határain túlra is eljutottunk, és Európa határain túlra is ezzel együtt, ugyanis alkalmunk nyílt arra, hogy megállapodásokat kössünk az Arab Emirátusokkal és Szaúd-Arábiával is. L'HCWET è un'azienda italiana, olasz eredetű, olasz gyökerű cég. 1980-ban született, és az értékeik, amelyekre hivatkozunk, azok az innováció, az átláthatóság és a fenntarthatóság. Kezdetől fogva a pácienst helyeztünk projektjeink középpontjába. A kutatásunk és fejlesztésünk a termékeink terén nem arra törekszik, hogy már meglévő gyógyszereket helyettesítsen, vagy olyanokat fejlesztünk, amely egy ilyen mindenre gyógyírt kínálószer, egy csodaszer, amely mindenre gyógyírt kínál, hanem a kutatásunk és fejlesztésünk mindig is olyan termékekre irányult, amelyek segítséget nyújtanak a meglévő gyógyszeres terápiáknak, és amelyeknek fő célja az, hogy csökkentse a mellékhatásokat, amelyek a terápiák során fölépnek, és ennek következtében elősegítse az egyének életminőségének a javítását és jobbítását. Erre törekedtünk tehát. A gyártásunk három alapvető elven nyugszik, és követelményen nyugszik. Az egyik ezek közül, az egy előfeltétel, ha ez nem volna meg ugyanis, akkor az összes többi is megszűnne. Az egyik a biztonság, ez a legelső. A minőségre, a biztonságra és a hatékonyságra építünk tehát. Milyen módszereken keresztül? A minőség azáltal, hogy nagyon gondosan válogatjuk ki a nyersanyagokat, az alapanyagokat, amelyeket használunk, és mindaz, amely innováció tapasztalható a gyártási folyamatban. Tehát innovációra törekszünk a technológia terén is. Ez azért, hogy a végtermék, amely a pácienshez, a fogyasztóhoz eljut, a végfelhasználóhoz, olyan termék legyen, amely rendkívül magas minőségi szintet képvisel. A biztonság. Nos, hát a biztonság az azáltal valósul meg, hogy nagyon szigorú ellenőrzéseket foganatosítunk a teljes gyártási folyamat során, a nyersanyagoktól kezdve a késztermékek minőség ellenőrzéséig bezárólag, amelyeknek köszönhetően a cég nem csak a szokásos engedélyeket kapta meg, amelyek az országokban elengedhetetlenek, tehát a gyógyszeripari hatóságok és a minisztérium hatóságok részéről kiadott engedélyek, amelyek ugye a működésüket és a gyártásunkhoz szükségesek, hanem olyan minőségi tanúsítványokat is elnyertünk, amelyek nemzetközi szinten igazolták azt, hogy a termékeink biztonsága és minősége az kifogástalan. Értelemszerűen az, amire célzunk, az a terméknek a hatékonysága, hogy javítsuk ugye, az életminőségét a pácienseknek, és ezen a téren a tevékenységünk mindig is arra irányult, hogy olyan együttműködéseket kössünk, amelyek az egyetemi világgal, a tudományos világ, az akadémiai világgal és a klinikai világgal jönnek létre. Szükségünk van értelemszerűen erre a támogatásra, hogy a páciens nem maradjon támogatás nélkül, nem maradjon minden csak papírra, hanem konkrét eredmények legyenek mögötte, megmutathassuk, hogy a termékünk valóban hatékony is működik. Szeretném tehát ezen a téren aláhúzni és kihangsúlyozni azt is, hogy természetükni fog ezek a terméküknek nem is volna szükségük klinikai kutatásokra, mert ezek nem gyógyszerek, hanem ugye orvostechnikai eszközök, hanem étrendkiegészítők és gyógyászati célú tápszerek, de ennek ellenére
törekedtünk a termékinnovációra, és törekedtünk ebből a szempontból a szigorú szabályok betartására, amely a hatékonyságokra és a hathatóságokra vonatkozóan ugye a klinikai kipróbálásokat illeti. Tehát a cégünk célja, azt hiszem ez már világossá válhatott, olyan termékek gyártása és forgalmazása, amelyek ugye olyan orvostechnikai eszközök, étrend kiegészítők és készíti célú tápszerek, amelyek ezen kritériumoknak megfelelnek. Suddivisi per aree terapeutiche. Terápiás felosztás és területek szerint ugye egyrészt onkológiai rendeltetésűek, neurológiai rendeltetésűek és gastroenterológiai rendeltetésűek. Alcuni prodotti sono prodotti invece néhány termék kevésbé specifikus, és ezek egy szélesebb terítési körre alkalmasak, tehát amely gyakorlatilag egy szélesebb felhasználói körnek az érdeklődésre adhatnak igényt, tehát gyakorlatilag ezek közvetlenül ugye a gyógyszertári, gyógyszerészeti termékek csoportját jelenti. A székhelyünk Rómában van, ott van a jogi értelemben és az operatív értelemben vett székhely a cégnek, aztán van két gyártó telephelyünk Lombardia tartományban, ezen belül is Mantova és Monza városában. Tehát egyik egy kicsit közelebb van Milánóhoz, a másik egy kicsit Lombardia déli részén helyezkedik el. Értelemszerűen ezek a gyártó telephelyek minden engedélyen rendelkeznek, ez nyilván önmagában vett követelmény, hiszen nem is lehetnénk itt, de ebben az esetben is minden olyan tanúsítvánnyal, országos, uniós és nemzetközi tanúsítványra rendelkeznek, amelyek köszönhetően ellenőrizték és bebizonyították, hogy minden gyártási követelménynek megfelelnek. Ezzel a diával, ami összefoglalja, szeretném bemutatni a partnereinket, akikre jelenleg támaszkodhatunk világszerte, és elmondhatom, hogy és ezt nagy örömmel és nagy büszkeséggel mondom, hogy az Anibanet osztotta velünk ezt a projektet, és ennek köszönhetően a HC-vel eljöhetett Európának a részére, tehát nem csak Magyarországról van szó, hanem Romániáról, Szlovákiáról, Csehköztársaságról és Horvátországról is, ahol az Anibanet, ugye, a mi forgalmazónk lesz, exkluzív, kizárólagos forgalmazónk, nem csak a mi termékeinké, hanem egy közös projekté, amely reméljük, hogy megfelelő sikereket fog majd elérni, és ez köszönhető annak, hogy a tudományos világ is részt vesz, és remélem, hogy így is marad, amely ellenőrizhet és visszaigazolhatja a termékeink minőségét. Ebben az értelemben is szeretnék köszönetet mondani dr. Dank Magdolna onkológus professzor asszonynak, aki itt van most velünk, és reméljük, hogy hasznos lesz ez a fajta információnyújtás, és hogy ennek köszönhetően elérjük a kívánt sikereinket. Köszönöm szépen a figyelmüket, amelyet megtiszteltek, és nem csak a magam részéről, hanem az egész HC-vel társaság részéről, amelyet én most jelenleg képviselek. Még egyszer köszönöm a figyelmüket. Bene, ringrazio dottor Stacchini. Köszönöm szépen dr. Stacchini úrnak. Átadnám a szót most a magyar partnernek, az Anibanet Kft. Képviselőjének, Kis Németh Anita ügyvezetőigazgató asszonynak. Parancsoljon! Kis Németh Anita vagyok, az Anibanet Kft. Ügyvezető igazgatója. Szeretném megköszönni, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívásunkat. Vállalkozásunk 2009-ben született, 100%-ban magyar tulajdonú, családi vállalkozás, budapesti székhelyű. A logisztika és a raktározás a Székesfehérváron történik. Fő profilunk Vitanorma brandben forgalmazott étrend kiegészítők, reklámarcunk Nagy Tímea, kétszeres egyéni olimpiai bajnoknő. Piaci stratégiáink kisvállalkozásként rugalmas, gyors és innovatív munkával léphetünk versenytársaink elé. Olyan termékportfóliót szeretnénk képviselni,
a piacon, ami, és forgalmazni, ami egyedülálló, és nem található meg a magyar piacon. Hisszük és valljuk, hogy az egészség a legnagyobb kincs, és ez a terület egy hosszú távú, növekvő, stabil piac. Az egészségpiacon prioritása van a prevenciónak. Azért választottuk az olasz partnert, mert jó a termék, azonosan gondolkodunk a jövőről, a termékeik mögött van a római, a milánói és az aténi klinikai kutatás. 5 országra kaptunk kizárólagos képviseleti jogot, ezek Magyarország, Románia, Szlovákia, Csehország és Horvátország. A projekt jelenleg ott tart, hogy a piacvezető gyógyszer nagykereskedésekben megtalálható a termék. Minden lehetséges konferencián részt veszünk, ez az idei évben 4-5 alkalmat jelent. A Semmelweis Orvostudományi Egyetemmel elindult a szakmai együttműködés, és a magyarországi piac bevezetésén túl azon dolgozunk, hogy a többi országban is minél előbb elinduljon az értékesítés. Nincsenek illúzióink, ez egy orvos-beteg személyes kapcsolatára épülő kőkemény, nehéz piac. A minőség és a bizalom, ez kéz a kézben haladnak együtt. Úgy gondoljuk, hogy első lépésben a terméknek kell bizonyítania, ehhez minél több orvossal törekszünk az együttműködésre. Úgy gondoljuk, hogy ez a munka nagy felelősséggel jár, ezért számítunk minden kiváló magyar orvos segítségére. Köszönöm a figyelmet! Bene, grazie alla mia. Köszönjük szépen kis német Anita vezetőigazgató asszonynak a bemutatkozást, és akkor most átadnám a szót az utolsó hozzászólónak, Dr. Dank Magdolnának, a Semmelweis Egyetem onkológus professzorának. Parancsoljon. Grazie, buongiorno. Scusi, io non parlo italiano, szóval hölgyeim és uraim, akkor folytatnám magyarul. Amikor engem először megkeresett az Anibanet Kft.-nek a képviselője, akkor meglehetősen hűvösen fogadtam, hiszen gondolhatják, hogy számos megkeresés ér, és nem is adtam neki időpontot, hogy személyesen eljöhessen hozzám, hanem azt kértem, hogy az összes certifikátet, igazolást küldje el, és különösen kíváncsi lennék arra, hogy van-e olyan orvosi kapcsolat, elsősorban egyetem, akik az ő termékeik mögött állnak. Bevallom őszintén, egy-egy ilyen válaszomra az esetek nagy részében már nem forszírozzák a személyes beszélgetést, és nagy meglepetésemre 2 napon belül olyan halom e-mail mennyiséget kaptam, hogy alig győztem ezt kinyomtatni, és valóban ott voltak azok a certifikátok, és ott volt egy egyetemi háttér, aminek alapján úgy gondoltam, hogy lehetőséget adok egy személyes találkozóra. De természetesen a jó onkológus az kellően szkeptikus, még ezek után is, és megkértem ügyvezető igazgató urat, hogy tudna-e hozni mintát, mert éppen fekszik az osztályomon olyan súlyos szájnyálka hártya sebekkel küzdő beteg, akinél én nagyon szívesen kipróbálnám ezt az új készítményt, és aznap meg is kaptam. Ugye a legjobb teszt az, amikor kipróbáljuk a betegeken, természetesen azután, hogy meggyőződtünk arról, hogy a terméknek kellően biztonságos a háttere, és 2-3 nap után már olyan jelentős javulást tapasztaltunk a betegnél, hogy a nővérek kérték, hogy a többi betegnek is kiadhassák. Ugye, miről van szó? Ahogy előttem elmondták, orvos technikai eszközökről, tulajdonképpen gyógynövény alapanyagú készítményekről beszélünk. Ugye, mint onkológus számos olyan készítménnyel dolgozom, melyeknek a hatékonysága mellett mindig ott kell legyen a fókuszban, hogy milyen áron történik ez a hatékonyság, és most nem a kereskedelmi árról beszélek, hanem arról az árról, amit a beteg fizet meg, és ez pedig a mellékhatás.
Talán önöknek ugye a legrettegettebb mellékhatások, mint hajhullás, hányinger, hányás, de emellett azért mondanám, hogy a kemoterápiás készítmények és a modern, személyre szabott orvoslás alapjául szolgáló célzott készítmények nagyon súlyos szárnyálka hatással bírnak. Ez az úgynevezett mukozitis. Most az első készítmény, amit én megismertem, ez a mukoterápia volt, és gratulálnék is a névválasztáshoz, hiszen a mukozitiszhez egy mukoterápia valóban brilliánsan összehozza, hogy a mukozitisz ellen ható terápia. Amit ma már a betegek kérnek, a legelső betegünket most is kezeljük, de csak úgy hajlandó egy fejnyakdaganatos beteg fölvállalni a kezelést, hogy mellé ezt a mukoterápiát alkalmazhatja. Nyilvánvalóan egy egyetemi ember nem mondhatja azt, hogy most teljes nyitott bizalommal állok a cég termékei előtt. A nyitottságot ezt mindenképpen mondom, de kellenek azok a tapasztalatok, amelyek a nagy számú beteg kezeléséből adódnak, és szerencsére magyarországi képviselet erre nyitott volt. Nyilvánvalóan most már úgy szeretnénk gyűjteni ezeket az adatokat, hogy ezek ne történetszerűen van néhány betegem, akivel jó eredményeket értem el, jellegű elbeszélések legyenek, hanem nagyszámú betegnek különböző csoportjairól tudjunk beszámolni, nem csak a mukoterápiáról, hanem hasonlóan jó tapasztalat van a Radiogel nevű készítménnyel is, ami a sugárterápia okozta mellékhatás, a bőrön kialakult mellékhatásnak a mérséklésére és kivédésére szolgál. És hát az ember nem csak orvos, hanem anya, és nekem van egy felnőttkor határán lévő fiam, aki rendszeresen jár kondizni. És amikor Balázs megmutatta nekem a glutamin készítményt, akkor azt mondtam, hogy oda fogom adni a legfontosabb teszternek az én fiamnak. És amikor ő azt mondta utána, hogy mami, ennek jó az íze és hozzá még, ez azt jelenti, hogy ez a készítmény tudott valami olyat hozni a piacon lévő másik készítménnyel szemben, hogy ízben ennek az íze elfogadható. És megint csak egy olyan mellékhatás csökkentésről van szó, ami bizonyos kemoterápiák mellett a cukorbetegségnél ismert neuropátiát hozza létre, amikor ez a finom tapintás elvész, vagy a járásban nehezítettség jön létre. Ezt is kipróbálták a betegek, és valóban azt mondták, hogy az íz a számukra jó. És itt álljunk meg egy pillanatra, mert az egy nagyon jó dolog, hogy a fiam azt mondta, hogy ez egy jó ízű készítmény. De a daganatos betegeknek az ízérzése és az ízérzékelése az eltér az egészségesekétől. Azt nagyon értékelem, hogy a cég odafigyelt arra, hogy megtalálja azokat az ízeket, melyek elfogadhatóvá, jól fogyaszthatóvá teszi a készítményeket a betegek számára. És itt például ugye a glutamin készítményükben még számos kiegészítő vitamin és cink is van, ami ennek a komplexitását adja. Én összességében azt tudom mondani, hogy nyitott vagyok. Ez a nyitottság, ez nyilvánvalóan nem a szélesre tárt nagy kaput jelenti, hanem azt a kis kaput, amin keresztül megtörtént a kommunikáció a céggel. Mindenképpen szeretnénk a Milánói Egyetemmel is szoros kapcsolatba kerülni. Ezt úgy gondolom, hogy közös adatgyűjtés és ezeknek a készítményeknek a közös követése, ahogy mondjuk a mindennapi életben való megfelelésből szerzett tapasztalatok, talán nem is olyan hosszú idő múlva lehetőséget adnak arra, hogy egy újabb sajtótájékoztatón tudjunk önöknek beszámolni. Grazie mille, köszönöm szépen. Bene, ringrazio la dottoressa. Nagyon szépen köszönöm dr. Dank Magdonának ezért nagyon izgalmas és érdekes beszámolóért a termékekkel kapcsolatban. Van egy kis időnk még, nem sok, de egy kevés arra, hogy esetleg valakinek a jelenlévő közül van kérdése a felszólalókhoz, akkor örömmel várják a kérdéseket. Úgyhogy önöké a mikrofon, önöké a szó, hogy esetleg vannak kérdéseik, vannak tisztázatlan dolgok, nyugodtan kérdezzenek rá. Diciamo che quindi mindannyian mondja nekünk, hogy kellő tájékoztatást kaptunk,
Igen, akkor úgy láttam, talán be is fejezhetjük ezt a prezentációt, ami azt hiszem nagyon hatékony és célirányos volt, de teljes körű. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezen a ponton akkor átmehetünk az alsó szintre, az úgynevezett fehér terembe, ahol is vár bennünket egy állófogadás, amelyet a HC Welt készített számunkra, ő vendégelme bennünket, úgyhogy szeretettel várjuk Önöket, és még egyszer köszönjük.